Marosi Ádám olimpiai bronzérmes öttusázó a földáki templomban. Július óta hivatásos katona, ezért az egyenruha. A helyi plébános katona Pál különleges misét celebrál, amelyen bemutatták a Szent Korona hiteles másolatát. Az ereklye bemutatása november 6-ai nemzeti megemlékezés helyi programsorozatának egyik eleme volt. Délelőtt maratoni futóversenyt tartottak, amelyen a helyi polgármester is részt vett. Ma egy egész hosszú programsorozat jött össze. A második földáki maratoni váltó rendezvény lett szervezve, de mivel ez október 6-án van, így a Honvédelmi Minisztérium minisztere, Hende Csaba úr is végül is a honvédséget belevonta ebbe a rendezvénybe, hisz kértünk egy gulyáságyút, és a gulyáságyú kapcsán kaptunk egy egész hadsereget. Így egy nagyon kimagasló és nemzeti megemlékezési helyé vált földák. Azt hiszem, hogy Budapesten és földákon van hasonló rendezvény ma az országban, az aradi vértanúk emléknapján. A maratoni futóversenyen több mint 400-an vettek részt. A versenyzők iskolás, középiskolás és felnőtt kategóriában indultak. Térségi polgármesterek, tanárok, intézmények és támogatók, nagyvállalatok csapatai is versenyeztek. Inkább úgy közelítenem meg, hogy hatodik olyan rendezvénye a szervező Návai Lajos Diásport Egyesület, a Návai Lajos Általános Iskola és a Földáki Tornaklubnak. Négyszer szerveztünk 4,9 kilométeres tömegfutó versenyt Óföldákra, és második alkalommal rendezzük meg úgymond itt Földák szívében a templom kör 640 méteres pályáján ezt a maratoni váltót, ami az alapötlet az volt, hogy általános iskolás, középiskolás és felnőtt 20 fős csapatok teljesítik a 42.195 métert. A katonaság, a tantestület, a segítők, 480 ember dolgozik ebbe a napba, és komolyan csak ámulunk az arról, hogy ha Budapesttől 3 óra 45 perckor indul a hangosítás, az percre pontosan itt van, és olyan dolgok, ami ha egy íróasztal mellett vagy számítógépnél tervezi meg valaki, akkor sem tudtunk volna és tudnánk ennyi dolgot összehangolni, és nagyon-nagyon sok ember segít benne. Délután hazai, szerb és szlovák néptánc csoportok léptek fel. Bemutatkozott a fegyverforgató különleges katonai egység. A katonai sátrakban fegyvereket repülő szimulátort is ki lehetett próbálni, toborzást is tartottak. Az ebéd gulyás ágyúban főtt. A maratoni futóverseny győzteseinek Marosi Ádám adta át a díjakat. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kicsi ez a hely. Sokkal kisebb, mint Pest. Ha jól tudom, akkor kb. 3000 ember él itt. Mindenki ismer mindenkit, számomra ez felfoghatatlan egyébként, tehát így járok, kelek, most megnéztem az általános iskolát, hogy az alsó tagozatosokét, hát döbbenetes, tehát nagyon-nagyon tetszik egyébként. Az életemnek ugyan még a szakaszában vagyok, hogy még nem fér bele az, hogy vidékre elvonultan éljek, de benne a terveim között, hogy majd idősebb koromra, ilyen 56 éves koromra már tényleg benyugodva, esetleg az udvaron egy-két ló, valahol jó távol messze a nyüzsgéstől és a pesgéstől. Ádám Szentendrén kap alapkiképzést. Októberben kezd el edzeni a jövő évi Európa és világbajnokságra, de készül a 2016-os olimpiára is. Azt mondta, élvezi a katonaságot, sok mindent tanul. Teljesen más világ, tehát én nagyon-nagyon, egyébként nagyon büszkén viselem ezeket az egyenruhákat, mert tényleg átjön az a fajta tudat, hogy tartozni valakihez, vagy tartozni valahova egy olyan közösséghez, aminek ami mögött van normális tartalom és van normális cél, illetve hát a hazavédelme az igaz, hogy most békeidő van, de nem csak a harcból áll a katonának a dolga, sőt, és nagyon-nagyon-nagyon élvezem. Most már azért van némi rálátásom, bár az alapkiképzésem csak a negyedik hete tart, illetve most kezdődik majd az ötödik hét. Tényleg teljesen más világ, én e-sportolóként 21 éven keresztül éltem egy nagyon-nagyon laza közegbe, ahol sok mindennek helye volt, itt meg mindezeknek a dolgoknak nincs igazán helye. Tehát akkor bemegyek a laktanyába vasárnap este, és ott vagyok péntek délig, akkor ott félre kell tennem azokat az egészen más személyi vonásaimat, amik egyébként engem jellemeznek. Ezzel még azért van némi probléma, de hát az ember idővel majd csak beletanul. De tényleg nem 4 hét alatt leszek katona, én úgy érzem, hanem majd az évek során. A szerződésem az 5 évre szól egyelőre, de az utolsó után mindenféleképpen szeretnék katona megmaradni.